Üdvözlöm Önöket, Önök a világhíradót látják. Az összeomlás szélén áll Venezuela, legalábbis így vélik amerikai hírszerzők, akik szerint megbukhat a néhai Hugo Chávez által meghirdetett szocialista forradalom. A volt elnök utódjának, Nicolás Madurónak a hivatalba lépése óta az országban elszabadult az infláció. Súlyosbodott az élelmiszer, a víz és áruhiány, és gyakoribbak lettek az áramkimaradások is. Hiába álltak sorba élelmiszerért ennél a Caracasi szupermarketnél. A frusztrált tömegben nemzeti gárdisták vigyáztak a rendre. Az elégedetlenség miatt Venezuelában rendszeresek a zavargások. Még mindig nem tudunk sehol ennivalót venni a gyerekeknek. Elegem van, és nem értem, hogy miért nem adnak tájékoztatást, mondta egy fővárosi lakos. Az országelnök egy Washingtonból szervezett pucs kísérletre hivatkozva nemrég 60 napos szükségállapotot hirdetett. Azzal is fenyegetett, hogy államosítják a nem termelő üzemeket. Az elnök rendelete alkotmányellenes és érvénytelen. Ha ránk akarja erőltetni, jobb, ha háborúra készül, mert nem fogadjuk el, mondta egy ellenzéki vezető. Az ellenzéki pártok többséget szereztek a tavaly decemberben tartott parlamenti választásokon. Az elnök pártján álló legfelsőbb bíróság azóta jelentősen szűkítette a törvényhozási jogkörét. Az ellenzéki parlament el fog tűnni. A tagjai nem törődnek a nemzeti érdekkel, és biztos, hogy megvétózzák a rendkívüli állapotot, mondta az elnök. Az államfő leváltását célzó népszavazás kiírásához már csak nem 2 millió aláírást gyűjtöttek, de a választási bizottság ezeket még nem hitelesítette. Az elnök hadgyakorlatot tartana a hétvégén. Venezuelában erőszakos hangulatot keltenek, hogy igazolják a külföldi katonai beavatkozást. Úgy hiszik, hogy a brazil puccs után megfelelő a pillanat ehhez. A csőd szélére került Venezuelának ismét Kína nyújt mentőövet. A pekingi kormány kedvezőbb feltételekkel ad hitelt az olajárak zuhanása miatt nehéz helyzetbe került országnak. A megállapodás célja a venezuelai gazdaságfejlesztés finanszírozása és a két ország együttműködésének támogatása, mondta a kínai külügyi szóvivő. 2007 óta Kína több mint 50 milliárd dollárnyi hitelt adott Venezuelának az olcsó olajért cserébe. Kérdés, hogy az újabb segítség megmentheti-e a venezuelai szocializmust a bukástól. Pénteken szavazhatnak a török országgyűlésben arról a nagy port kavart javaslatról, amely lehetővé tenni 138 képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A kedd esti próbaszavazáson elfogadták a javaslatot. A törvény kapcsán Brüsszel is bírálta Ankarát. Az érintett honatják egy nagyobb csoportja ugyanis az egyik kurd párt tagjai. Külföldi megfigyelők szerint a török törvényhozás harmadik legnagyobb frakcióját adó Kurd Népi Demokratikus Párt elleni fellépés jegyében született meg a javaslat, amely lehetővé tenni több képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A HDP 59 képviselője közül 50 lehet érintett, velük szemben már korábban eljárások indultak, egyebek mellett terrorizmus vádjával. A mentelmi jog felfüggesztése egy újabb lépés a diktatúra irányába. Nekünk is volt egy javaslatunk, töröljék el teljes egészében a mentelmi jogot, de nem fogadták el. Ez a szavazás egyértelműen alkotmányellenes, fogalmazott a párt vezetője. A kormányzó AKP szerint ugyanakkor semmi rendkívüli nincs a javaslatban. Reményeink szerint hamarosan lezárhatjuk a tervezetről folyó vitákat, és a hét második felében sor kerülhet a második szavazásra. Így péntekre pont kerülhet az ügy végére, és az lekerülhet a napirendről, nyilatkozta a kormányzó párt egyik képviselője. A javaslat egyébként arról is rendelkezne, hogy a bűncselekménnyel vádolt és jogerősen börtönbüntetésre ítélt képviselők mentemi jogának felfüggesztését követően az érintett pártok elvesztenék a képviselő mandátumát is. Azaz a párt nem jelölhetne új politikust a megüresedett székre. A javaslat korábban óriási indulatokat szült a törvényhozásban. Április végén és május elején két alkalommal is ököllel estek egymásnak a képviselők. Törökország közben belpolitikai válság felé halad. Ahmet Davutoglu közel 2 hete jelentette be, hogy az AKP most hétvégére eső pártkongresszusán feláll a miniszterelnöki székből, mert Recep Tayyip Erdoğan és közte elmérgesedett a viszony.
Elemzők szerint Davutoglut az elnök valamelyik szoros szövetségese követheti a miniszterelnöki székben, de többen azt is elképzelhetőnek tartják, hogy a feszültség a kormányzó párt szakadásához vezet majd. Kudarcot vallanak az afganisztáni ópiumtermesztés felszámolására tett nemzetközi erőfeszítések. A közép-ázsiai országban tavaly az ENSZ becslései szerint csak nem 20%-kal esett vissza az ópiumtermesztés, de csak a szárazság miatt. Megkezdődött az ópium begyűjtése az afganisztáni Kandahár tartomány egyik mákföldjén. A helyiek számára fontos bevételi forrás az éretlen termésről lekapart mákony, amiből mások kábítószereket, például heroint állítanak elő. Nem kaptunk támogatást a kormánytól, de 20-an vagyunk a családban, és meg kell élnünk valamiből, ezért kénytelenek vagyunk mákot termeszteni. Szegények vagyunk, és a falunkban nincs áramszolgáltatás, sem kórház, mondta egy ópium termesztő. A férfi a 13 éves fiával dolgozik, aki az aratás idején iskolába sem jár. Még a 6 éves unokaöccse is besegít nekik. Az ópium kereskedelemben állítólag önkormányzati tisztviselők is érintettek, akár csak a rendőrség. A falu vezetői elmentek az elnökhöz és más magas rangú tisztviselőkhöz, hogy megkérjék őket, ne pusztítsák el a mákföldet, mert sokat költöttünk rá és keményen dolgoztunk. Megengedték, hogy idén még learassuk a termést. A kerületben, ahol a család él, tavaly csak nem 5000 hektáron termesztettek mákot, ami Kandahár tartomány területének majdnem a negyede. Az ENSZ egyik jelentése szerint ebből csak 180 hektáron számolták fel az ópium termesztést. Állandó kapcsolatban állunk a kormánnyal. Azt kértük, biztosítsanak pénzt, hogy mielőbb felszámolhassuk az ópium termesztést. A forrás hiány miatt ez még nem történt meg, mondta a helyi kormányzó helyettes. Az ENSZ becslései szerint Kandahár tartományban tavaly csak nem 40%-kal esett vissza az ópium termesztés, de csak a szárazság miatt. Külföldi szervezetek pénzzel támogatják azokat a mezőgazdasági programokat, amelyek célja, hogy a helyi gazdák más növényeket termesszenek. Határozatlan idejű munkabeszüntetésre készül egy nigériai szakszervezet, amely több millió munkavállalót képvisel az országban. A sztrájkot a 67%-os üzemanyagár emelés tervezetére válaszul jelentették be még a múlt héten. A tervek szerint a munkabeszüntetés szerda éjféltől indul, annak ellenére, hogy egy helyi iparügyi bíróság betiltotta azt, arra hivatkozva, hogy a tömeges munkabeszüntetés zavargásokba torkolhat. Afrika legnagyobb olajkitermelő országa az olajárak meredek zuhanása miatt került nehéz pénzügyi helyzetbe. Nigéria ráadásul üzemanyagimportra is szorul, miután az országban található korosodó olajfinomító karbantartására évek óta nem költenek eleget. Régészek vitáztak egy kairói konferencián arról a feltevésről, hogy Tutanhamon fáraó sírhelyének falai mögött feltáratlan kamrák lehetnek. Egy brit egyiptológus még tavaly nyáron állt elő az elmélettel, amit az elmúlt hónapokban radarvizsgálatokkal próbáltak igazolni. Titkos kamerák lehetnek Tutanhamon sírhelyénél, amit 1922-ben tártak fel a királyok völgyében. Nicholas Reeves brit egyiptológus szerint az északi fal mögött két feltáratlan helyiség lehet, amelyből az egyik Nofertiti királyné szarkofágját rejtheti. Az elméletéről egy kairói konferencián vitáztak. Remélem folytatni tudjuk a vizsgálatot, mert érdemes. Ahogy a legelején mondtam, lehet, hogy rossz nyomon járunk, de ha mégsem is megtaláljuk a kamrákat, az fantasztikus lenne. Ha igazam van, akkor Nofertiti királynő maradványai az északi fal mögött lehetnek, mondta a brit egyiptológus. Japán és amerikai szakértők novemberben és márciusban vizsgálták a sírt. A japán radar felvételek kimutatták a két helyiséget és a még azonosításra váró anyagokat. Az amerikai vizsgálat eredményét még nem tették közzé. Zahi Hawass világhírű egyiptológus volt egyiptomi műemlékvédelmi miniszter nem fogadja el a brit tudós elméletét. A japán radar nem mutatott ki szerves anyagot, és a másik sem fog. Szerintem a sírkamra Ajfáraónak készült, aki Tutanhamon után került tróra, de a fal mögött nincs emberi maradvány. Hagyni kell, hogy folytassák a vizsgálatot, nehogy azt mondják, hogy a kormány nem adott nekik lehetőséget a bizonyításra, mondta a szakértő. A mostani műemlékvédelmi miniszter szerint a sír átvilágítása folytatódhat, de fizikai feltárás csak akkor kezdődhet, ha teljesen biztosak a kamrák létezésében.
A Nofertiti körüli rejtély a kormány szerint új lendületet adhat az idegenforgalomnak. A turizmusnak nem tett jót sem a Hosni Mubarakot megbuktató 2011-es felkelés, sem az azt követő zavargásokkal teli időszak. Ritka, körte alakú rózsaszín gyémán cserélt gazdát a Sotheby's aukciós ház fél évente megtartott genfi árverésén. A 15 karátos gyűrűbe foglalt drágakőért egy telefonos licitáló ajánlotta a legmagasabb árat, csak nem 31 millió svájci frankot. Ez körülbelül 31,5 millió dollárnak felel meg. Az árverés előtt 28-38 millió dollárra becsülték az eladási összeget. Több megvételre kínált nagy drágakövet viszont nem sikerült eladni, mert azt a legalacsonyabb árat sem kínálták fel értük, amit a tulajdonosok kikötöttek. Önök a világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok!